Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondót látják 2019. február 7-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Beiskolázás a Mezőtúri Református Kollégiumban. Módosították az önkormányzati lakásokról szóló rendeletet. Túri Fullánkok, nemzetközi sport és életmód fesztivál. Égerné Tamás Anna Mária, a Mezőtúri Református Kollégium főigazgatója beszélt televíziónknak az intézmény által kínált képzési lehetőségekről. Az iskola az idei tanévben indított két új képzési formát, a humán és a reál gimnáziumi képzést. Február elején vagyunk, és az egyik legfontosabb kérdés talán a beiskolázás, ugyanis február közepéig kell beadniuk a jelentkezési lapokat azoknak a tanulóknak, akik 9. osztálytól oda szeretnének járni a Református Kollégiumba. Mit lehet tudni a 2019-es, 2020-as tanévről, milyen képzések indulnak? Nem csak a mostani nyolcadikosok, hanem a mostani negyedikesek számára is érdekes lehet az iskolánk, hiszen a középiskolában 8 osztályos gimnáziumi képzés is van, ami azt jelenti, hogy 5. osztálytól 12. osztályig lehetnek nálunk a gyerekek. Tehát ez az egyik gimnáziumi képzésünk, ez egy tehetséggondozó képzés, ami azt jelenti, hogy már 5-től 2 idegen nyelvet tanulnak, amit nagyobb óraszámban az az angol, a kevesebb óraszámban pedig a német, amit tanulnak a gyerekeink, ezeket csoportbontásban, illetve még 5.-6. osztályban a matematikát és csoportbontásban tanulják a gyerekek. Ők automatikusan 8. után a gimnázium 9. A osztályába kerülnek, ami az emelt szintű angol nyelvi osztályunk. Ők el szoktak jutni arra a szintre általában, hogy ennek itt ebben a képzésben is nagyon jól meg tudják állni a helyüket. Aztán a mostani nyolcadikosok számára érdekes lehet szintén az előbb említett emelt szintű nyelvi képzés, ez angol vagy német. Erre a két nyelv tanulásra van nálunk lehetőség emelt szinten. Aztán, amit ebben a tanévben indítottunk be, tehát még nagyon friss, de nagyon nagy lelkesedéssel kezdtek bele a kollégáim, az a humán-reál gimnáziumi képzés. Ugye humán tagozaton a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem az, amit emelt óraszámban tanulhatnak. A reál gimnáziumi képzésnek pedig két része van, az egyik az emelt óraszámú matematika, a másik pedig az emelt óraszámú biológia képzés, amire lehet jelentkezni. Ugye ez mind a szakirányú továbbtanulást segíti elő, tehát aki mondjuk kommunikáció irányba vagy bölcsészetre szeretne menni, nekik ugye humánt szoktuk javasolni, aki mondjuk gyógyszerész orvosi pályára, vagy vegyész, esetleg közgazdász pályára, nekik pedig a reál képzést szoktuk javasolni, hogy erre jelentkezzenek. Mindezek mellett természetesen van olyan, hogy 14 évesen még nem tudja a diák, hogy milyen irányba szeretne majd menni, de mindenképp gimnáziumba szeretne tovább tanulni, nekik ott van az általános gimnáziumi képzésünk, és aztán majd nyilván 11-ben fakultáción már választhat célirányosan olyan tantárgyat, hogyha addig már el tudja dönteni, hogy milyen irányt választ mégis, akkor ezzel mehet tovább, és nagyobb óraszámban tanulja. És ott vannak a szakgimnáziumi képzéseink, ebből 2 lehetőség van nálunk, az egyik az informatikai ágazat, ahol ugye informatikát tanulnak nagyobb óraszámban a gyerekek, illetve szakmai tárgyakat. Ennek van egy kimenete is nálunk, ez a 13. évfolyam, az UKS képzés, ahol informatikai rendszerüzemeltető képzésben vehetnek részt, és egy év alatt UKS bizonyítványt szerezhetnek a gyerekek. A másik pedig, másik szakgimnáziumi képzésünk pedig a rendészeti ágazat, ahol rendőr, határőr, katasztrófavédelmi szakember, ezeknek a képzése, tehát ilyen előkészítő képzés ez, amire lehet hozzánk jelentkezni. Miben más a gimnázium és a szakgimnáziumi képzés? Kiknek ajánlják a gimnáziumit és kiknek a szakgimnáziumit? Alapvetően az egyik különbség az az, hogy a szakgimnáziumban csak egy idegen nyelvet tanulnak. Ugye a gimnáziumi képzésben inkább azokat, akik valamilyen felső fokú képzésben szeretnének majd az érettségi után részt venni, egyébként mind a 2 érettségit ad. Tehát a gimnázium és a szakgimnázium is ugyanúgy érettségiznek a gyerekek. A szakgimnáziumban a választható tárgy az nekik egy szakmai tárgy kell, hogy legyen. Tehát nyilván az informatikai képzésben résztvevők egy informatikai szakmai tárgyból,
A rendészeti képzésben résztvevők pedig egy rendészeti szakmai tárgyból tesznek még egy érettségit, és akkor ezzel akár rövidebb idő alatt még egy UK és képzést is megszerezhetnek, mint az előbb említett informatikai rendszerüzemeltető képzésben. Tehát ez az egyik különbség. Igazából én azt mondanám, hogy a továbbtanulás az. Tehát aki ugye szakgimnáziumban tanul, ő már célirányosan egy irányba megy. Természetesen ők is mehetnek felsőfokú képzésbe, tehát ennek semmi akadálya nincs, mint ahogy van is rá példa a gyerekeknél, hogy szokták a továbbtanulásnak ezt a változatát választani. Említettük ugye február közepét, és ez a határidő nem csak a gimnáziumban vagy a szakgimnáziumban jelentkező tanulóknak fontos, hanem az érettségire való jelentkezésnek is ez a határideje, erről mit tudhatunk? Így van, ez már nagyon zajlik, már most a gyerekek ellenőrzik az adataikat, ugye behozzák a jelentkezéshez szükséges okmányaikat, illetve ilyenkorra már el kell dönteni, hogy melyik az a választható tárgy, amiből szeretnének érettségit tenni, ezt behozzák hozzánk a titkárságra, és ott a kollégáim segítenek nekik az érettségi jelentkezésben, hiszen azt még az iskola végzi, ugye a továbbtanulási jelentkezést azt már a gyerekeknek saját maguknak kell ugye az e-felvételi rendszeren keresztül intézni, de az érettségi jelentkezést azt mi intézzük, illetve az előrehozott érettségit is, amit ugye 10. vagy 11. is meg lehet tenni, ezt idegen nyelvből, angolból vagy informatikából van rá lehetőség, mint ahogy szokták is választani, tehát szoktak ezzel a lehetőséggel élni a gyerekek. Módosították az önkormányzati lakásokról szóló rendeletet. A részletekről Batta Attila Viktor, Mezőtúr alpolgármestere nyilatkozott, aki hangsúlyozta, hogy ugyan drágultak az önkormányzati lakások bérleti díjai, de még így is jóval a piaci ár alatt vannak. A következő nagyon fontos határozat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szólt. Itt több dolog is motiválta az előkészítőt, illetve a testületet. Az első talán az, hogy ugye sokan úgy kezelték az önkormányzati bérlakásokat, mint öröklakás, tehát ez nem így van. A változtatásokban el fogom majd ugye mondani, hogy ez 2x5 évre hosszabbítható meg, illetve különböző szociális és egyéb elbírálás esetén még 1x5 évre. Ami fontos változások, azokat szeretném kiemelni a rendeletből. Az összes üggyel kapcsolatos eljárást a hatósági osztály végzi, ez nagyon fontos. A bérleti jogot pályázat útján lehet megszerezni. Itt többféle lakásról beszélhetünk. Beszélhetünk ugye szociális bérlakásról, beszélhetünk önkormányzati bérlakásról, illetve ugye népies nevén a szolgálati lakásokról, amelyet polgármester úr tud pályázat nélkül használatba adni. Ugye itt az 5%-ot nem haladhatja meg ennek a száma az egész önkormányzati lakástömegnek. Ami még nagyon fontos, a pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, és tesz javaslatot a képviselőtestület számára, és erről ugye ebből következően a képviselőtestület dönt. Azt már elmondtam, de még egyszer szeretném kiemelni, hogy 2x5 évre köthető meg ez a szerződés, és ugye a különös méltánylást esetében, ugye érdemlő esetekben 5 évvel még egyszer meghosszabbítható. Köteles a bérlő a jogviszony fennállása alatt életvitelszerűen a lakást lakni, másnak ugye nem adhatja ki, illetve más embert nem hívhat meg lakni, aki a határozatban nem szerepel. És akkor felolvasnám az új árakat, hiszen ugye nagyon elmaradt a piaci áraktól a mi árunk, de úgy gondolom, hogy még ez is nagyon méltányos, hiszen még a felét se éri el a piaci árszínvonalnak. Az összkomfortos lakásnak 400 forint per négyzet per méter per hó az ára, komfortos lakás, az a konvektoros, az 250 forint per négyzetméter per hó, a komfortos lakás szilárd tüzelésű fűtés esetén 200 forint per négyzetméter per hó,
a félkomfortos lakás 150 forint per négyzetméter per hó, és a komfort nélküli az 100 forint per négyzetméter per hó, és a szükséglakás az 50 forint per négyzetméter per hó. A foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel kiadott lakások, ezek az úgynevezett szolgálati lakások, összkomfortos lakás 600 forint per négyzetméter per hó, komfortos lakás 450 forint per négyzetméter per hó, és félkomfortos lakás 250 négyzetméter per hó. Tehát ezek az új árak, illetve a legfontosabb rendelkezések. Az előző esztendőben új fesztiválként jelent meg Mezőtúron a Túri Fullánkok elnevezésű nemzetközi vízilabda fesztivál. Az idei esztendőben picit kibővítve ismét megrendezik az eseményt, de a vízilabda mellett más sportok és az életmód is nagyobb szerepet fog kapni. Erről beszélt televíziónknak Mohi Zoltán, az Invictus SC vezetője. Előző év nyarán új fesztiválként jelent meg Mezőtúron a Túri Fullánkok elnevezésű nemzetközi vízilabda fesztivál. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatok voltak? Szerencsére pozitív visszajelzések voltak. Ezzel együtt mi a háttérben a szervezők, mi rengeteg olyan dolgot láttunk, amiben fejlődnünk kell és ki kell javítani, de ez megint velejárója a munkának. Maga a fesztivál ötlete, ugye évekre visszamenőleg még a Faragó Tamás kezdte el a vízilabda alapjait lerakni, és ő szervezte a Rose Kupát. Mi a szervezését az első egy-két évben a Rose Kupának átvettük, és ebből a Rose Kupa nőtte ki magát, és lett egy nagyobb sportesemény, lett egy nemzetközi vízilabda fesztivál. Ennek több célja volt. Egyrészt szeretnénk a sportolóinkat egy minőségi élményhez juttatni a vízilabda területén, és tényleg egy kicsit motiválni őket, és magát a sportágat reklámozni, elvinni a jó hírét a környéken. Hát ebből kifolyólag is több gyermek, fiú, lány látogatja a edzéseinket. Ez volt az alapkoncepciója, és az évek alatt nagyon sok csapat fordult meg Mezőtúron, akár edzőtáborban, akár ezeken a tornákon, és menet közben felmerült az igény arra, hogy a sportot egy kicsi szórakozással kössük össze, és akkor ebből lett az a fesztivál, ami három pilléren áll, gyakorlatilag áll a sport részéből, ami ebben az évben a 2019-ben egy picit előre is léptünk, és nem csak vízilabda, hanem a vízilabda ki fog egészülni strand kézivel, strand focival. Tehát három sportágat fogunk átölelni, vízilabda, foci, kézilabda. Ez a fő pirél azért a sport, emellé pedig egy életmód fesztivál csatlakozik, sporttal, egészséges életmóddal kapcsolatos előadók, kiállítók lesznek, élménybeszámolók lesznek, világsztár sportolókkal, meccsnézések. Tehát úgy gondolom, hogy tényleg egy izgalmas és érdekes program lesz, nem csak a sportolóknak, szülőknek, hanem reményeink szerint a kilátogató érdeklődőknek, hiszen most minden más fesztivált elkerülünk, és az Artúr Fesztivál után augusztus 13-tól 18-ig lesz a strandfürdő területén, és a többi program mellé esténként pedig most már két színpadon lesznek koncertek, fellépők, pici vásár, gasztronómia, minőségi borok, pálinkák, és akkor az egész napi sport után gyakorlatilag kultúrát keretek között lehet egy kicsit kikapcsolódni a kilátogatóknak. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták, friss hírekkel holnap is jelentkezünk majd, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!